Jó estét kívánok mindenkinek! Most már nem adunk magunkra kameraképet, de higgyétek el nekünk, hogy én Nirnonó vagyok, kommentátor társam pedig a döntő második mérkőzésére Darcig lesz. Szervusz, Darcig! Szervusz, Nano, tényleg én leszek amúgy. Négy tiltásunk pedig már van is, sőt már Jin is megérkezett a Flash Wolves által. Varuszt, hogyha nem tiltja ki a G2, akkor ezzel elég sokat kapna meg Betty, pláne azért, mert amúgy így akkor a két legfontosabb lövész közül a legfontosabbat kapná meg a Flash Wolves. Így viszont, hogy mind a két lövész itt van már, itt van újra. Így azt mondanám, hogy talán most a dzsungelesek a legszabadabbak. És mivel, hogy két elég fontos lövész kapott tiltást, ezért talán a megosztott harmadik helyről est hozzá magának Betty. Grace pedig elérhető trikk egyik kedvenc dzsungeles karaktere. Nem lennék meglepve, hogy az első két választásából a G2 elhozna magának ezt a dzsungeles hőst. Sivir pedig talán jó válasz lehet majd esre. Az ő kezdeményezését, a kristály nyilvesszőt a mana pajzsal le lehet védeni. Így valamelyest lassítva a Flash Wolves kezdeményezés hullámát, azért számíthatunk rá, hogy lesz még olyan karakter, akinek kezdeményező képessége lehet, akár a felső ösvény egy Maokai formájában. A G2 a dzsungelbe viszont nem Graves, hanem úgy néz ki, hogy Rengart fogja elhozni, amely mindenképpen egy jó választás lehet. Illetve emlékszünk régről talán, hogy Rengar és Sivir is jól tud azért együtt működni. Melléjük én még egy Karmát látnék szívesen. Ez az ultimate mozgás. Mindig, hogy vadászatom vagy vadászat izgalma van. Nem mindegy, lesz mindkettő. Egyszerre? Nem tudod elrontani. Zsír, akkor jó. Még egy lulu kell akkor oda. Meg akkor még vadonszava. Hú, ne tetézzük. Mert hogy amúgy lesz karmánk, csak ezt nem fogja megkapni a G2, és akkor tényleg nagyon remélem, hogy lulu érkezik majd a G2-hoz, mert akkor bármit mondasz, az jó lesz. Vadászat szava. Tudod, hogy ezt fogom akkor mondani. Na, mindegy, hely. Viszont a Maple úgy néz ki, hogy Syndrát, sőt egészen biztosan Syndrát fog elhozni a középső ösvényre. Így egyelőre elég törékeny kompozícióval rendelkezik a Flash Wolves csapata, bár mozgékonnyal és az ellenfelet lehet némileg lassítani. Hogyha még Karmát is megkapta volna a G2, akkor szerintem ez a mozgássebesség level végtelen, így. Viszont Nautilus érkezése a G2 felső ösvényére eredményezhet egy Maokai tiltást a G2 oldaláról. Az a baj, hogy szerintem nagyon sok mindent kéne tiltani, hogy Nautilusnak egy nagyon kényelmes felső ösvénye legyen. Én személy szerint azt mondanám, hogy ó, hát mondjuk a Cladet. Azt biztos, hogy nem mondtam volna. Viszont így a Flash Wolvesnak nem marad meg ez a lehetőség. Kiderül, hogy misclick volt, és újra készül. A pofádat befogad. Pofádat befogad. Nem misclick volt. Ez egy tiltás. Jó, látom. Ahogy láttunk a Flash már Kled választást is. Érkezik egyébként egy zárra tiltás. Ezt amúgy választásnak hagytam volna meg a G2-nál. Azért gondolkoztam rajta, hogy bemondjam-e, mert nem voltam benne biztos, hogy Karma ellen a Zyra az mennyire hatásos választás. Ugye mozgássebességgel egyrészt ki lehet kerülni a lekötéseket, másrésztről pedig a pajzsokkal pedig a növények sebzését lehet egy kicsikét uralni. De inkább azt mondja a Flashhoz, hogy menjünk biztosra, srácok, tiltsuk ki. És a Maokai valóban tiltó listára került a G2 részéről. Tessék, magabiztos felsősvényt akarnak Nautilusnak. Két felsősvényes karaktert tiltotta ki a Flash Wolves ellen. A dzsungelben meg sem próbáltak tiltani. Ami hát azt eredményezheti, hogy akár Graves érkezhet, akár Kha'Zix. Teljes mértékben szabadon választott a Flash Wolves számára, hogy a dzsungelbe kivel érkeznek. Viszont két támogatott tilt ki a Flash Wolves csapata, és akkor tényleg vagy támkencs, vagy Lulu kb. Aki bent maradt lehetséges támogatónak. Nagy a morfondírozás még egy G2-nál. Ó! Oh. És úgy néz ki, hogy Perks az, aki meg fog kapni egy Jace-t. Már csak akkor örülnék nagyon, hogyha erre egy Zed választás érkezne vissza, de sajnos már ott van Syndra. Nagyon élveztem amúgy a Jace vs Zed összecsapásokat nézni folyamatosan, mert az tényleg az elmélyik összecsapása volt. Na mindegy. Nautilus ellen Poppy az,
akin gondolkodik a Flash Wolves csapata. Nem gondolom, hogy ez is akár egy túlságosan izgalmas összecsapás lenne a kettő tank között, viszont ha kezdeményező szeretne Nautilus, akkor őt azzal a slunggal haza is lehet küldeni, és pont arra akartam én kitérni, hogy lehet, hogy Graves alapvetően egy tökéletes választás Rengar ellen, viszont Kha'Zix az ő igazi nemesis-e. Elég, ha csak a mini játékra gondolunk, ami kettejük közt létezik. Ugye a negyedik Evolve, meg a Rengar erősítés is. Viszont kérdés, hogy ki lesz a támogató a G2 oldalán. Tényleg, mit kap most Rengar? Az már... Nem tudom. Nem is emlékszem. Fogalmam sincs, viszont Nautilus támogató lesz a G2 oldalán, és Rumble felsősvény, ezzel kell megküzdeni majd Poppinak. Megint ugyanazt látjuk, mint már korábban. Amikor is arra számít Poppy, hogy a felsősvényen valaki ellen kell mennie, jelen esetben még arra gondolt, hogy Nautilus, korábban láttunk olyan mérkőzést, ahol Jace-re számított, és végül mi lesz belőle? Ugyanúgy Rumble az ellenfele, ami közel sem jó match-up számára. Nem túl jó mérkőzés állás. Viszont úgy érzem, a kompozíciók felálltak, hogy talán egy picivel a Flash Wolves csapata jobb lehet ezen a mérkőzésen kompozíciót tekintve, hiszen Sivir végső képességére megvan a válasz Karma végső képességével, ugye felerősített a mantrázott inspiráció, a mozgássebesség bónusszal látja el, bár a piszkálódása nem lesz rossz egyébként a G2-nak Sivirrel és Jace-el, meg a kezdeményezése sem Rumble Stukkerével, meglátjuk, hogy erre hogyan fog tudni válaszolni a Flash Wolves csapata, és Poppy hogy használja a végső képességét, mert ez egy kritikus pont mindig. Abszolút. Agyfagyás, olyan, mintha ittam volna valami égeset. Pedig nem. Na mindegy. Flash Wolves, illetve G2 Esports kék színekben van amúgy. Az előző mérkőzésre akartam egy pillanatra visszatérni. Várjál, iszom valamit, jó? Jó, rendben, a mérkőzés közben elkezdődik. A Flash Wolves és a G2 csapata között. A Flash Wolvesnak sikerült már egy mérkőzést megnyerni ebben a BO3-as szériában, amely a döntője egyébként a Katowice állomásnak az Intel Extreme Masters versenyen, amely az ESL szervezésében kerül megrendezésre. És látjuk, hogy a G2 csapata 4 játékossal is próbál a Flash Wolves daily dzsungelébe behatolni. És mivel ott van Mitty, akinek valószínűleg vasmacskára van lehetősége, de Maple idejekorán lebuktatja őket, így vissza is vándorol a G2 a saját dzsungelébe, saját térfelére. És gondoljunk csak bele, hogy azért milyen katowicei verseny lehetett volna ez SKT-vel, Samsunggal, Cloud9-nal, és akkor a G2-nak esélye nem menne ide a döntőbe, mert ugye meg sem voltak hívva eredetileg. Lehet, hogy a G2-nak az ölébe hullik egy olyan lehetőség, hogy egy ilyen versenyt megnyerjenek. Sok értelmezése van ennek a mondatnak is amúgy, de szerintem ezen gyorsan lépjünk is túl. Nem tudom, mikor láttam utoljára két olyan lövészt, aki Doran pengéjével érkezik ki az idézők szurdokába, most pedig amúgy mind Ash, mind Sivir ezt teszi meg. Nautilus miatt szerintem ez félig meddig oké, okay, mert hogy neki azért sok piszkálódási lehetősége nincs, ő bemegy, aztán harcol. De azért a belső lángokra szerintem jó reakció volna, hogyha 3 sütivel vagy legalább 3 életerő itókával érkezel ki. Hát Sven azt mondta, hogy neki erre most nincsen túlságosan nagy szüksége, ő majd levédi a varázs pajzsal ezeket. Aztán a sütiből neki, hát egy darab se kell, van neki egy életerő itala. Nem, Mitty már kezdeményezés egyébként Sword Art-ra, akinek egyértelműen ez arany töbletet fog majd jelenteni, hiszen minden egyes képesség vagy alaptámadás, ami betalál, jelentős aranymennyiséget tesz be a pénztárcájába, vagy kis tarisznyájába, amelyet aztán a boltba beválthat jobbnál jobb tárgyakra. Mennyei fogalmazás. Ahogy egyébként közben azt is lehet látni, hogy Perksnél kifárasztás van, még Maple gyorsítással érkezett, ez szerintem amúgy a Syndra-nál félig meddig megszokható. Hiszen
hiszen Syndra-nak nincsen igazán szüksége a kifárasztásra, hogy tudja tartani a távolságot, ha pedig nem, akkor a gyengéket majd úgyis szét fogja szórni, és ezzel adja meg ismételten a távolságnak a terepet. Közben úgy farm különbség sehol nem alakult még ki, még a dzsungelben sem, ami talán egy kicsit érdekesebb lehet. Rajtaütésekkel pedig még várnak a srácok. Akció nincs, nyugalom van. Akkor nekem nem is kell beszélni, ha nincs akció. Ezt nem gondoltam még. Semmi baj. Egyelőre úgy néz ki, hogy egy újabb rövid... Hát... Nem. Kit akarok átadni, ez egy megint hosszú mérkőzés lesz, és hosszú éjszakánk. Kiegyenlített volt már az előző mérkőzés is. Bár a Flash Wars végig fölényben volt, a G2-nak voltak azért lehetőségei arra, hogy a mérkőzésben előnyre tegyenek szert, vagy a későbbiekben visszafordítsák a hátrányukat. Ez azonban nem történt meg apró hibáknak köszönhetően, vagy a Flash Wars szerencséjére, de simán benne van, hogy a G2 ezt a mérkőzést el tudja hozni. Trick. Nem sok kellett. De ez egy nagyon trükkös ugrás. Amúgy Perksnek most van lehetősége arra, hogy legalább egy kicsit egy gyorsabban tolja fel az ösvényt, mert hogy Trick meg tudja segíteni ezen tevékenységét, és ez nagyon hát hazatérhet békességben Perks. Jó, megpróbáltana. Az őrszem viszont ki. Így van, az őrszem miatt jó, viszont lehet Karszának látni a mozgását, emellett pedig még ugye a Jós Menta is leleplezi, nem csak Karszát, de mellette a kihelyezett kontroll őrszemet is, amire pedig kiszerettem volna térni, és hát igazság szerint megkérdezni. Várjál, közben Sven próbálja Bettyt elkapni. Jó a kifárasztás egyik, majd másik részről. Svenre pedig a sebzés kijön, az életerő ital. Na hát elég egy is neki a jókor használja. Úgy tűnik. És emellett még amúgy a mesterségét is brilliánsan tudta kihasználni, így az alaptámadásokat úgy, ahogy van, kizárt a Swordártól. Ugye a hadúr vérszomja azért, hát Svenből is egy véréhes vadállatot csinált most. Perks pedig jól ugrik ki, és a lökés jó mind a két oldalról, de Perksnek már semmi manája ide is hazatérni. És akkor visszatérve, az lett volna a kérdésem, drága barátaim, kinek drukkoltok ti? Legyetek olyan kedvesek, legyetek olyan édesek, írjátok most le és spammeljétek nyugodtan végig az éjszakát. Ha már itt vagyunk, baráti ezer, majdnem 1300-an. Pörök fel, haver. Viszont mennyire higgadt volt Sven egyébként az előbb. Volt villanása, volt gyógyítása, de közületek ki lett volna az, aki egy ilyen szituációban az életerő italát nyomja meg, és nem a gyógyítását. Azért az a nem mindegy, hiszen elég volt az életerő ital, mint kiderült, de simán én a gyógyítást használtam volna el a helyében egy ilyen szituációban. Azért nem vagyok. Valószínűleg többek közt ezért. Perks pedig elhasználja az utolsó csepp manáját is. Valószínűleg most haza fog térni. Maple pedig nem fog tapasztalati pontot veszíteni, hiszen ő már korábban megtette ugyanezt. És fagyasztja az ösvényt eddig. Karsza pedig kalkulál, matekozik, pörögnek a számok a fejében, meg most már az élet ereje is visszafelé. Amúgy ő már 6-os szintű, ezzel szemben Trick nem tudta befejlődni ezt. És a rakéták amúgy folyamatosan életben tartják. És igen, egyébként Perksnek sincs még meg a 6-os szint, köszönöm szépen. Ő most már, ha minden igaz, másodjára tért haza. Amúgy a mérkőzésen. Kissé érdekes kezdés, ezért nincs meg neki amúgy a 6-os szint. Viszont cserébe van már egy fogazott törje. És a farmállása is mutatja, hogy Maple őt már haza tudta küldeni. Haza tudta... zavarni kétszer is. A kábítás pedig megint jó. Így van, és az üresség gömbök is egymás után jól érkeznek Jace alá. Trick pedig időközben befejlődte a 6-os szintet, akárcsak Perks, úgyhogy minden jelentős karakter, akinek kellett, befejlődte, így végső képességgel rendelkeznek. És ahogy látom, Poppy jár legelőrébb. Jelenleg Figyó. A fejlődésben. Végső képességű szent Trick érkezik, elrontja a bolát. A lekötés azonban jól lehet Swordartnak. Nagyon késő jön a Flash Wars teleport. Négy emberes érkezés Swordartnak meg kell halnia, így van. A teleportját pedig megszakítja egyébként MMD 2-0-ás csere. A G2-tól és első torony is könnyen lehet belőle. Így van, erre még akár maradhat is ott. Hát gyakorlatilag bárki, Xpect az, aki marad viszont csak és kizárólag. Trick
úgy néz ki, hogy haza fog térni, még a sárkányt sem hozza el. Lehet, hogy erre szeretne visszaérkezni, miután bevásárolt, de... Éjszakra indult el, úgyhogy a tornyot igen. szeretné megvédeni. Az biztos, hogy ezt a G2 el fogja hozni, lehet, hogy megkapja a szóló aranyazban is, nem. Ezt X-Spectel osztja meg. Még pont ott is maradt, látható volt, hogy ő is akar ebből részesedni. Végső képességgel rálátás nélkül tudott érkezni amúgy Rengárunk. Gyorsan villant és Betty. A másodikból amúgy nem ment mellé, Szordárt ott helyhez tudta kötni, és csak azért nem találta el Bettyt is az első számú Bola, mert ő kivillanta ezt, de közben akció lesz. Igen, megérkezik Mitty a középső ösvényre, Maple pedig egy gyönyörű villanással és gyorsítás kombinációval tud eljönni, és meg a kábítása egyébként jó Mittyre, de jön Trick, jó az ugrás, a Bola megint mellé, a második megint talál, Maple baby! Meghalhat, meg is hal, így van, persze tudja végül befejezni, Trick még megkapta Syndra végső képességét, de már ez sem segített rajta. 3-0! Elég higgadt volt Perks. Amikor bevillanszt arany alá, hát én nem tudom. Azért ez nem mindig így szokott kinézni. Most sem volt túl sok manája, amúgy Perksnek jegyzem meg halkan, de... Ez most éppenséggel sikeres volt számára. 3-0 a G2 csapatának javára, és itt még nem szeretnék abba hagyni. Mitty ugyanis itt van, Trick is a közelben, van végső képessége pár másodperc múlva, de szerintem villanással is tud gazdálkodni, ha éppen rajta akar ütni. Zen pedig már a felső ösvényen próbálja büntetni a tornyot, megérkezik azonban nem MD, ő nem fog valószínűleg Zennek túl nagy problémát okozni. Így van, a varázs pajzsával Zen már a saját tornya alatt, MMD pedig minionokat takarít, a saját tornyát próbálja védeni, akárcsak X-Pact. Hihetetlen a dzsungeles különbség, mert ugyan 3-ba-3 gyilkosságban Trick benne volt, és ez szerintem alapvetően jó elképzelés és jó dzsungeles haladás, viszont Karsza ezzel szemben majdhogy nem duplázni tudja Tricknek a felmutatott szörny mennyiségét, ami szintén nem kis teljesítmény, és egyébként tapasztalati pont különbség még így sincs kettejük között. Hát amely... azért láttuk, hogy Carson nem egyszer nézett át Trick dzsungelébe, míg ő rajtaütött az alsó ösvényen, vagy épp a középsőn. Mm. A sikeres rajtaütések viszont jelentettek annyi bónusz tapasztalati pont a Tricknek a gyilkosságban való részvétel miatt, mint amennyivel Carson gazdagodott a dzsungelben, még ha némi előnye Carsonnak még van is Trickkel szemben, ez nem jelentős. Az első tárgya pedig Tanzonya homokúrája lesz Rumble-nek, hogyha befejezi. A kereső karvértje már ott van az eszköztárában. Az ebből érkező páncél pedig mindenképpen jó Poppyval szemben, aki számra egy kisebb meglepetés, hogy a cipőjét fejezi be először teljes mértékben a tolvaj súranót, ami a játék későbbi szakaszában kiváló lesz mind Jace, mind Sivirrel szemben, és szerintem még Rengár sem örül neki, hogy ezt a tárgyat vásárolja magának, de talán a játék korai szakaszában választhatott volna jobbat is, egy némi mágikus ellenállást érem belőle szemben, miközben mellé megy a vasmacska. Igen, amúgy én se gondolnám, hogy ez a legeffektívebb az ösvényfázisra. Talán itt azzal lehet egy kicsit belemagyarázni a dologba, hogy a túlmelegedett Rumble alaptámadással is büntet, de... Nem az a fősebzés, azért lássuk. Igen, be. Igen. Azért mondom, hogy belemagyarázni. Továbbra is közben jó a kristályi vesző, de Trick könnyedén kijön belőle. Tehát... Innentől az, hogy a Bami parazsát megveszi, az rendben van, hiszen így minion takarító képessége nő Poppynak. Viszont az, hogy utána egyből a naptűzköpenyre fog, hát rásolni, fogalmazzunk így, az azt sejteti, hogy ő nagyon gyorsan szeretne majd, miközben nem MD-re jó a húzás. Ó, oh, annyira mégse jó azért. Igen, pont beakadt. Talált, a csak nem volt jó. Igen, tehát ez azt sejteti, hogy Poppy nagyon gyorsan szeretné letudni ezt a maradék kis ösvényfázist, és inkább ő már a csapatharcokra készül Maikus ellenás teljes hiányában. Nem szeretne egy az egyen szituációba kerülni Rumble-lel. Közben amúgy kiment a Rengár végső képessége egyből, amint jött a vasmacska, de hát ebből láthattuk az előbb is, hogy nem igazán született semmi extra. Karsza itt van, amúgy most már megvan a szintelőnye Trickkel szemben, és így a sárkányra illetőképpen léphet ki a Flash Wolves csapata. Jön a teleport, X-Spectol, neki van végső képessége, sárkánynál ezt
remekül ki lehet amúgy használni. A húzás MMD-re érkezik, nem a legjobb célpont, a sebzése pedig nem is elég egyébként egyelőre a G2-nak, viszont Perks rámegy Maple-re, hiába a kifárasztás, el fog tudni jönni Maple, a ping érkezik, hogy segítséget kér, azt pedig a szint előnye, hát természetesen elhozza a sárkányt, nagyon jó közben a kezdeményezés MMD-től, Rumble-nek kellett elhátrálni akárcsak a G2 többi játékosának, a Flash Wolf szerzi meg a mérkőzés első sárkányát. Most realizálódott bennem, hogy a G2 vezet, és 1-0 Flash Wolf csapatának javára van, ami azt jelenteni, hogy lesz egy harmadik mérkőzésünk. Igen. Is. De mindegy, a Flash Wolf kifordul az első tornyára, az alsó esvén trikk, ezt nem szeretné hagyni, a belső láng az nem tudom mire, de kimegy. Zónázás. Mellé megy, mindig ott van még az a kis mentő, vagy zónázás. Ismered ezt, nem? Majd amikor csapat streamjénk lesznek, szerintem sokszor fogjuk ezt használni. Főleg. Pisz, mi az a leasingú? Zónáztam. Nice. Ő lesz a dzsungelesünk? Szerintem a support akkor is leasing az. Van benne valami. A torony viszont dőlni fog, ami a Flash Wolves által elhozott első torony, így egy-egyre módosítják az állást, miután hazatér a Flash Wolves alsó és fénypárosa. Érkezik is a visszajátszásunk egyébként, amin érdemes lesz megfigyelni, hogy hát próbál visszafordulni a G2 erre a sárkányra, és Karsza a végső képességgel kvázi láthatatlanul bemegy, viszont neki nem megy ki a sújtása. Ami azt jelenti, hogy nem ő játszotta ezt az egészet meg jól, hanem... Dehogy nem, hát még sújtani is el kellett, hogy... Várj, hallgass végig, hanem a G2 rontotta ezt el annyira, hogy elég volt neki a jelenléte és a gyilkosságra. A sárkány gyilkosságra. Az is gyilkosság. Tehát ez inkább azt mondanám, hogy a G2-ban persze kellett az, hogy Karsza is ott legyen, és legyen elég tőke ahhoz, hogy legyen tőke ennek az egész akció. Na mindegy. De nyilvánvalóan sújtott volna, hogy ha azon az életerő lett volna a sárkány, hogy ő el tudja sújtani, és Trick szint hátrányban is még megpróbálta. Miti pedig itt bajba lehetett volna, de nagyon gyorsan lebuktatja a Flash Wolves 3-asát. 3-3 szituáció alakulhat ki, kicsit lemaradva első szivír a többiektől. Expect azonban nagyon gyorsan a láng szórójával eltakarítja a minionokat, Trick pedig kap némi sebzést. Sword Arték ott maradnak a bokorból, ők nagyon szeretnének egyébként erre a toronyra kilépni, de ekkora G2 tömeggel, ember tömeggel nem bírnak el még ember előnyben sem. Karsza közben egy tüskét bevág az ellenfél bokrában, nem talál el senkit vele. Az alsó ösvényre már érkezni fog MMD, akinek teleportja hamarosan elérhető lesz. Ő bármikor tud a csapathoz csatlakozni. A G2 meg annyira félti ezt az utolsó külső tornyot, a felső ösvénye, mármint az elsőt, hogy négyen ott állnak. Illetve a Flash Wolves pedig szeretné mégiscsak kiharcolni ezt a toronyáhozatalt. Trick közben piszkálódásra használja el az erősített boláját. Nyomtam rá közben már. 16. percnél járunk. 3 gyilkossága van a G2 csapatának. Össze-vissza ugráló macskát láthatunk, de ez szerintem teljesen természetes. Na, neked. És én amúgy várnám most a G2-tól, vagyis hát az elkövetkezendő pár percben, hogy próbálkozzanak már meg egy hírnökkel, mert azzal Xpectnek nőne a tankossága, a bónusebzést természetesen ő is ki tudna használni, vagy ha nem ő kapná meg, hanem Trick, akkor ő neki tovább maradna meg az orgyilkosság lehetősége. Az orgyilkos lehetősége. Viszont a G2-nak nincs akkora előnye talán, hogy erre kilépjen, azért a szurdok kérnekét sem fél perc elhozni. Xpect pedig MMD-vel fog csatázni az alsó ösvényen. Nézzük mindjárt, hogy vásárolta már van Mike-os ellenállást magának Poppy. Természetesen nem, de befejezte már legalább a naptűz köpenyét. Manának felével rendelkezik nagyjából, és ő az, aki meglépte a 11-es szintet, azaz második szintű végső képességgel rendelkezik. Rumble ezt még nem mondhatja el magáról. Milyen hülye hangja, amikor felveszik ezt a gyűlőt? Ja, ebben meg vele se gondoltam. Na mindegy. 17 percnél talán a legmeggyőzőbb farm teljesítménye Maple-nek van. Maga 163-ával, de hogyha végignézünk az ösvényeken,
gyakorlatilag mindenhol a Flash Wolves az, aki előnyt tud felmutatni. Felső, középső, alsó és még akár a dzsungelt is ide lehet sorolni. Mindenhol vezetnek, mégis ők vannak lemaradva három gyilkossággal, és az első tornyot is amúgy a G tudta elhozni. Kha'Zix-ot közben le tudja buktatni Trick, akinek már lencsije is fejlesztve van. Emlékszem, ma már kommentáltunk egy olyan meccset, ahol az a csapat nyert, aki a 40. perc után szerezte meg az első gyilkosságát. Nem, ma még nem kommentáltunk ilyen meccset. Tényleg, tegnap volt. Jaj, fájó ezt így kimondani. Nekem mondod? Ja, te régebb óta vagy itt, mi? Ja. Mondjuk nekem meg plázázni kellett. Na, ez volt fájó végighallgatni. Nem önszántamból, elhiheted. De vettünk cuki kis suhát a gyereknek. Snuffresnek amúgy meglehetősen jó rálátása a dolgokra. Tényleg nem nagyon látok már ki a fejemből. De köszönöm szépen, hogy ezt még ki is emeled. Hálás vagyok érte. Trickre pedig tökéletesen érkezik amúgy a kábítás. Végső képességére még talán pont van mana a Maple-nek, de nem gondolom, hogy egy Rengard pont most az óriások öveinek megvásárlása után fel tudna instant robbantani. Még nem tartott ez a színre egyelőre. Igen, viszont a Morellon Omikronja már elkészült, így Tricknek az élet visszatöltését ezt tudja redukálni. Hogyha közelében van, és most már elkezdi Májkus ellenállást is építeni Poppy, nem értem, hogy miért nem fordított sorrendben csinálta ezt, hiszen most fog igazából elkezdeni küzdeni más karakterekkel szemben, nem csak Rumble-lel, miközben a Flash Wolves elhozza a második tornyot, így kiegyenlítik az arany különbséget, és szerintem amúgy vezetnek. Alapvetően az az elképzelés, hogy Rumble az ösvényen nem engedheti meg magának, hogy ne legyen páncélzata, különben Poppyval nem tudna egyáltalán duelezni. Tehát nem kezd Liandrival, ami a páncéltörést, vagyis varástörést adná neki ugyebár. Tehát Poppynak nem kell tőle félnie, ezért megengedheti magának azt, hogy először építkezzen ösvénytolásra, ez ugye a naptűzköpenyt jelenti nála. És csak utána kell neki a varázs ellenállást, mivel hogy a csapatharcra megérkezik azért Rumble-nek a sebzése. A uptime-ot ezt ne keressétek, de 11:30 óta megy az adás, úgyhogy... Most már tényleg elmúlt a 12 órás uptime-unk. Na, persze volt lelőve az adásunk, sőt amúgy már 13 is. Szép. Volt közben lelőve az adásunk, tehát ezt amúgy se írná ki így. Semmilyen bot. Viszont csak azért, mert újra kellett indítani az adást, hogy ne kelljen annyit vágni benne a vágunknak, Mr. Toomernek. A teleport közben érkezik, és Trick a végső képességben Karsza irányába ugrik. Vettit próbálna elhozni, akire kijön a mélységi roham is. MMD-nek a végső képessége botrányos lett. Ebből viszont nem fog meghalni, el tud hátra. Nem úgy Perks! Megérkezik Maple a csatába. Trick alacsony életerőn. Jó MMD kezdeményezése. Villanásra felelet, de a Stukker nagyon jó. Beugrik Karsza. A sebzése nem elég. Nem tudja Tricket befejezni, de be tudja fejezni. Végül a vörös Szeder hát talán elvitte, így van. És MMD, valamint S is begyűjt még egy-egy gyilkosságot. 4-0-ás így a csere. A Flash Wolves csapata gyilkosságban is visszajött. Hát igen, sőt, át is veszi a vezetést ráadásul. És van, ez a csapatharc kellett nekik, mint egy falat kenyér, mert hogy amúgy éhesek is, teszem hozzá. Baron Nashor a 22 perc alatt kilépnek. 4-0-ás csere után. Ez nem a leggyorsabb Baron Nashor, ez a leggyorsabb mérkőzés lehet a mai nap folyamán. De ez a Baron Nashor úgy néz ki, hogy amúgy meg is lesz. Ha X-Pac-nek volna teleportja, még akkor se érnék ide. Hiszen föl se élet. Baron Nashor, 22 perc, Flash Wolves, GG! A sárkány próbálkozásról nézhetjük vissza egyébként az egész kezdeményezést. X-Pac-nek nagyon távolra érkezik a teleportja, ezért hát elég sok életerőt bukik, még miatt elkezdődne bármi. És a kifárasztás botrányos Perks-től, Maple-től semmit nem volt meg ezzel a képessége, sőt bele is haltam úgy ebbe az egészbe, ő volt az első halott. Tricknek kevés életereje van, X-Pac szintén lemaradva, villanás nélkül már ott is van. A végső képessége az gyönyörűen négy emberre érkezik, viszont ezen a ponton már nem tudott visszafordulni és kezdeményezni a G2. Tényleg amúgy a vörös Szederhát miatt tudta befejezni ezt a Rengárt Kha'Zix. MMD pedig, még ha nagyon kevés életerővel is, de túlélte ezt az egészet, négy gyilkosságot tudott beporszívozni a Flash Wolves onnan, hogy Perks az egész kombóját rossz emberre nyomta ki, pedig most ő a fő sebzés hordozó talán. És közben a buci kollégánk az, aki felhívja a figyelmet, hogy Poppy végső képessége nem volt botrányos.
Sivirnek volt, gyönyörű szép a varázs pajzsa. Ettől függetlenül 4-0-ba bukták a cserét, de ez már csak részlet, kérdés, tegyük tisztába a dolgokat. A Flash Force csapata is ezt teszi. Az neked most úgy is megy, nem? Tényleg, na szép, ez jó volt. Közben a tornyoktól takarítja meg az idézők szurdokát a Flash Wolves, egyet már el tudtak hozni. A G2 is hozott egyet ugyan a felső ösvényen, de ez bőven nem elég csere a Flash Wolvesra. A 23. percben azt a mindenit, két Jézusom. Végső képesség, két gyilkosság. A G2 két játékosa hagyja ott a fogát mind a ketten, végül Maple által, és mehet tovább a Flash Wolves, azt csinál jelenleg a G2-val, amit csak akarnak. Betty már tépázza ezerrel az inhibitort védő tornyot, a 24. percbe lépve, ha inhibitort fog veszíteni a G2 csapata, sőt, tovább megyek, inhibitort veszít a G2 csapata, sőt, kettőt is elveszít, ez így rövid életű mérkőzés lehet. Annyira félek ezektől a kijelentésnek. Én is lekopogtam. Két inhibitort amúgy tényleg elbukott a G2. Flash Wars-nak mostantól kezdve csak és kizárólag a felső ösvényen lehet dolga. De az tényleg biztos amúgy, hogy a mai napnak ez a legnagyobb különbsége. Érted, mert ez az első, mindegy. De a tegnapi nappal együtt véve is ez a legnagyobb különbség a 24. percnél. A Flash Wars... Hát én nem tudom, fölébredtek, kellett nekik van egy, ez a... De miért nem üti le? Ott megy el mellette. Az egy más kérdés, hogy Maple elbénázza közben a kábítását, de van itt sok minden más. A Stuker Maple-t azért szépen megtépázza, és meg is van a gyilkosság. Perc pedig Karsta tudja befejezni. 2-1-es cserénél tartunk. MMD-s Venrek nyugodtan mehet, a pajzs már tép az arcáról, és ott van még Betty, aki el is KS-eli ezt a gyilkosságot. 3-1-es csere. A G2-nak pedig visszafelé kell szaladnia. Közben érkeznek majd a Super Minionok armadája az alsó ösvényen, nézd meg micsoda hullám, kár, hogy most nem tudjuk átváltani oda a képernyőt. Közben fordulhat, mind Betty, mind Karsa Sword által egyetemben a felső ösvényre Minion takarítani, valamint tornyot elhozni. A G2-nak ez a csapathat sem úgy jött össze, ahogy szerették volna. Bázist védeni is nehéz, úgy látom. Pláne, hogy ide jöttem MD, hogy idegesítő faktorként még felerősítse. Bábi de le búdi. Semmi. Ez most a Yordle éned volt? Dől közben az utolsó külső torony a G2 oldaláról. 8 tornyatot eddig bedönteni a Flash Wolves csapat, az nem pedig kapja az áldást, egy jó isten, mi az a sebzés, a MD pedig jön, rávillan a varázspajzs miatt, ő tudta nagyon jó, hogy rá nem kell energiát pazarolni, nem úgy Karsza, aki be tudja végül fejezni. A villanás önmagában szép, így a kristály nyilvessze az égvilágon, senkit nem talál el, de dől az utolsó inhibitort védő torony, majd az utolsó inhibitor is ebben a pillanatban, és lehet most már menni a Nexus védő tornyokra, bár Baron Nashor erősítés már nincsen a Flash Wolves oldalán, azért látjuk, hogy Betty mekkora sebzéssel rendelkezik a tornyokra, és azért ott van egy Karsza is, de megérkezik Trick, a Stuker szép, el tudja zárni a Flash Wolves játékosait a tornyoktól, hát lehet húzni az időt ideig, óráig, míg még a minionokat próbálja elhozni a G2 csapat, a Trick pedig nem tudom, szerintem kilométer hiánya egy Form 1-es autónak képzelni magát, ment 3 kört. Poppyra aztán ráugrik, nem ő a jó célpont. Tricknek meg is kell halnia. Poppy, Maple, elhozzák a gyilkosságot. Zön még életben marad a varázspajzsnak köszönhetően. Maple-re kijön a kifárasztás, de addigra már be tudja fejezni ellenfelét. És elmondhatjuk, hogy 2017-ben az ESL Intel Extreme Masters Katowice állomását 2-0 arányban a Flash Wolves csapata nyeri meg a G2-val szemben. Mondd ki. Én megmondtam, Flash Wolves nyerte meg, Flash Wolves nyerte meg. Az én megmondtamnál elég lett volna, de azért köszönöm szépen a rájátszást. Jaj, rájátszás még odébben. Hát egyébként, én azt mondanám, hogy Syndra-nak volt gyönyörű a játék a Perks-től, pedig én sokkal többet várnék. Két csapatharcban is borzalmas volt. Nem tudom, miért affektáltam ennyire. Két csapatharcban is borzalmasan csinálta, amit csinált. Tehát a kifárasztása kiment úgy, hogy mellé ment minden egyes képessége, konkrétan még a beugrását is vissza tudta lökni Maple. Nem érdemelte meg a G2 a győzelmet. Hát nem. A Flash Wolves csapata viszont rendkívül jól teljesített. Az H2K-jel szemben azért nehéz dolga volt. Az első mérkőzés után bevallom, egy kicsit féltettem a Flash Wolves-t, hogy tudnak-e
olyan teljesítmény nyújtani a következő két mérkőzésen, de látjuk, hogy végül ők emelik magasba a trófeát. Mondjuk erős World Championnek kiírni őket, de... Hát az ilyen World Championnek, igen. Ez benne van. Ugye az Oaklandi állomáson a Unicorns of Love ellen alul maradtak 3-2-es állással. Lenyilatkozták, hogy épülőben volt a csapat, új pozíciókba álltak be. Neverloose-t lecserélték, Betty beérkezett lövész pozícióba. Összeállt a csapat, de akkor még a Unicorns of Love felül tudott kerekedni rajtuk. De ezen a tornán, itt Katowice-ben már nem volt ellenfelük. Talán kellett ez az is, hogy az SKT, a Samsung, a Cloud9 visszamondják az indulásokat, de szerintem semmit nem veszel az érdemeikből az, hogy itt azért olyan csapatokat, mint a G2, a Unicorns of Love-nak visszavágtak. Az H2K csapata, de itt volt a korábbi VB döntős Rocks Tigers is. Rengeteg nagy név, nagy csapat, még ha nem is a Rocks Tigers abban a fellásában, mint amivel még VB döntőt játszottak. De Taiwan egyik legjobb csapata, ha állt föl most a trónra. Itt Katowice-ben. És szerintem mi ezzel zárjuk is a mai napot. Egy nagyon hosszú napon vagyunk túl, több mint 13 órán keresztül ment az adás. Voltak technikai malőrök, voltak szünetek. De a vége az, hogy a Flash Wolves megnyeri a bajnokságot. Mi pedig elköszönünk, hiszen csütörtökön ismét LCS a szokásos rend Európával 5 órától, utána pedig észak-amerikai és európai mérkőzések az egész hétvége során csütörtök 5-től vasárnap nagyjából hajnal 3-ig, 4-ig tartsatok velünk, akkor is a Moomodban hamarosan megtaláljátok majd a parancsokat, hogy milyen mérkőzések lesznek, és akkor találkozunk csütörtökön, jó éjszakát kívánok mindenkinek! Szervusztok!